Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adásban két vendégünk van. Bagoly Ádám, a Paktum projekt irodai munkatársa, illetve a Paktum projekt szakmai vezetője, Cselovszky Katalin. Örömmel üdvözöllek benneteket. Ádám azt mondta, hogy 30 év után ez az első, hogy televízióban mondhatja el a szaktudását arról a témáról, amiről még nem volt. Ez a Paktum iroda. Miről szól ez a Paktum projekt? Hogyha jól tudom, ez egy uniós finanszírozásban működő valami. Köszöntöm a nézőket, köszönöm Zsolt. Jól mondtad, egy uniós finanszírozású történet. Top kóddal működik a dolog. A TOP az egy terület és településfejlesztési operatív program. Ezen belül egy helyi együttműködésről van szó. Ez Mosonmagyaróvár is térsége. Ez nagyjából egy 16 települést jelent, egy lélekszámba 58 ezer főt. Hosszú a mondóka, úgyhogy próbálom egyszerűsíteni. De nyugodtan elmondhatod, úgyhogy van rá lehetőség. Ez egy partnerség alapú elgondolás, mégpedig Mosonmagyaróvár városa, önkormányzata és polgármesteri hivatala, valamint a Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. És a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal egy konzorciumi partnerséget hozott létre. Emellett még számos civil, non-profit és más szervezet is partnerséget alkot velünk, akár a gondolok itt a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamarára, a megyei önkormányzatra, és még sorolhatnám a cégeket, munkáltatókat, és mi egy ilyen együttműködésbe, szövetségbe próbálunk javítani a helyi gazdaság és foglalkoztatásnak. Szeretnénk ezeket fejleszteni. Tehát mik a célkitűzései? Ezek a célkitűzései, a helyi gazdaság erősítése a foglalkoztatással konkrétan. Kati, hogyan lettél te ennek a projektnek a szakmai vezetője, és miért vállaltad? Szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, azért egyrészt szerintem azért, mert a Paktum tulajdonképpen a civil szervezetek összefogását is indokolja, illetve követeli, és én, mint több civil szervezetben érintett személy, és személy, illetve azt gondolom, hogy a Mosonmagyaróvári civil szervezeteket, az intézményeket ismerem, és mivel köztük kell a kapcsolatokat, ezeket a kapcsolati tőkét kiaknázni ahhoz, hogy ez a Paktum tudjon működni, én szerintem azért vagyok bent, illetve valószínű, hogy ezért kértek meg rá, hogy ezt próbáljam koordinálni. A másik pedig az inkább már a szakmám, hogy a cél az, hogy munka erőt keressünk az itteni vállalatoknak, cégeknek, és ezt pedig a mi vidékünkön úgy gondolom, meg szerintem ezt mindnyájan tudjuk, hogy nagyon nehéz, sokan dolgoznak kint a határon túl, illetve hogy nincs annyi munkaerő, illetve akik vannak, azok lehet, hogy épp a megváltozott munkaképességűek között kereshető, illetve a szociálisan nehezebb körülmények között élő, illetve még a kisebbségi roma munkavállalók között. Tehát azt gondolom, ez a szociális szféra, ami ebben engem érdekel, és amiben dolgozom amúgy is, hogy az ő felkutatásuk, megtalálásuk az egyik fontos feladat. És ez vonzott ebben tulajdonképpen, hogy mivel tudjuk, hogyha kinyitjuk az újságokat, tele van álláshirdetéssel. Tehát, hogy mégiscsak megtalálni a fű között, a különböző rendezvényeken azokat az embereket, akik nem dolgoznak, egy kis segítséggel tudnának dolgozni, és ehhez nagyon jó ez a mi Paktumunk, ugyanis két mentor dolgozik azon, hogy egyéni segítéssel is tudjon segíteni. Mióta zajlik ez a Paktumos projekt, illetve mérhető ennek a sikere vagy nem sikere? Igen, 2017. februárban indult el hivatalosan
a projekt. Az érdemi munka az 2017. november. Tehát akkor egy éve. Igen, bő egy éve indult az egész. Ugye ez idő alatt megtörtént a cégek, a partnerségnek a kialakítása, a munkatársak koszorúba gyűjtése. És akkor, ahogy Kati is fogalmazott az előbb, az igazi, a gyakorlati munkát azt a szociális foglalkoztató két mentora végzi. Ők foglalkoznak az ügyfelekkel. Miért is beszélek ügyfelekről? Vannak különböző indikátoraink, célértékek, melyeket mérföldkörről mérföldkörre teljesítenünk kell a Paktum ütemezésének megfelelően, és akkor a zárásig, ami 2019. december 31, megvan, hogy hány főt kell bevonni a programba, hány főnek kell addigra állással rendelkezni, sőt még az is egy indikátorszám, hogy a Paktum a projekt befejezése után fél évvel ennyi és ennyi embernek kell még állással rendelkezni. Ez a Paktum, ez mennyire mondjuk versenytársa mondjuk a munkaerő közvetítőknek, a különféle szövetkezeteknek? Te velük együtt dolgoztok, vagy ahogy mondtam, milyen versenytársak vagy? Vagy ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban a munkát? Gyakorlatban is. Versenytársa is vagyunk egymásnak. Hogy is fogalmazzak neked? Mi ugye egy non-profit dolog vagyunk, viszont kölcsönös együttműködésre van szükség, hogy ők is és mi is jól tudjuk hozni a számokat, így csúnyán fogalmazva. Most kicsit eltérek a történettől, de kapcsolódni fogok. Nem csak az ügyfeleket gyűjtjük, hanem rendezvényeket is szervezünk, és mi hoztuk össze a partnerekkel itt a Flash központban a pályaválasztási kiállításokat, ezeket az információs napokat, és oda is vártuk ezeket a munkaerő közvetítő cégeket, akik nagyon szívesen is jöttek. Tehát egy ilyen szimbiózis van köztünk, és együtt próbálunk a térségnek a munkaerő hiányának csökkentésével, és a minél nagyobb foglalkoztatásban dolgozni. Ahogy mondtad az előbb, egy gondolat így megmaradt bennem, hogy sokan vannak olyan, akik nem dolgoznak, de egy kis segítséggel tudnának. Szóval mi ez a kis segítség, és akkor miért van erre szükség, vagy hogyan tudtok lehet is segíteni? Én épp ezt gondolom plusznak. Tehát a munkaügyi hivatalt előbb említetted, hogy mi a különbség a Paktum, illetve mondjuk egy munkaügyi központ között, az, hogyha hozzánk betér, vagy a szociális foglalkoztatóba, irodájába betér egy munkát kereső, akkor egyénileg is, tehát nem csak az, hogy kezében kap egy csomó lapot, hogy ezt töltsd ki, hanem segítenek akár a kitöltésében, segítenek önéletrajzot írni, megkeresik a neki megfelelő legjobbat. Olyan is van, hogy volt, mert ez a természetes segítség épp kell, például csak mondom, egy látásérült fiatalembernek kellett megmutatni, aki nem ismerős ezen a környéken, és szeretne dolgozni, tehát a saját kocsiba beültetni, megmutatni, hogy hol van ez a cég. Tehát az egészet egy kicsit emberként látni, azt a munkavállalót, a családjával együtt látni, és neki megtalálni azt a jó helyet, ahol tud dolgozni. Akárhonnan nézem, igazából olyan időszakot érünk, hogy keresleti piac van, tehát a cégek nem tudnak munkát adni, de nincs kinek. Azért nem egy könnyű projekt, annyira hálás feladat ez tulajdonképpen, hogy ennek a céluknak, terveknek megfeleljetek. Igen, ugye itt a térség adja is a helyzetet, hogy nem volt könnyű az indulás, ugye itt az északnyugati régióban, ugye ahogy Kati is említette az imént, itt egyébként a megyében 1% alatt van a munkanélküliség, illetve ugye a határ közelsége is csávítja az embereket. Tényleg ezt az 1%-ot megtalálni nagyon nehéz, de tényleg a kitartó számaink nagyon igazolják, hogy igenis van létjogosultsága az egész projektnek, úgyhogy haladunk tovább, és toborozzuk a
leendő munka. Csak azt gondolom, hogy az ország azon területein, ahol sokkal nagyobb munkanélküliség, sokkal egyszerűbb dolgoknak lenne. Igen, ott is van paktum. Ott is van paktum. Ahogy mekkora a projekt ez így összegvet tekintve, tehát hogy miből működik, hogyan működik a... Ez egy 350 milliós projekt. És akkor mikor, hogyan vonhat, tehát mikor mondhatjátok azt, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt? Hát hivatalosan ugye jövő decemberben, amikor már minden frankó, de mint az előbb is utaltam rá, van egy olyan indikátorunk is, hogy fél évvel a projekt befejezése után is X főnek állással kell rendelkezni, úgyhogy reméljük, hogy ők, nekik is tetszeni fog az a munkahely, amit sikerül megszerezni, és benn is maradnak. Aki most a projekt, a Paktum projekten keresztül keresne munkát, állást, az hol talál benneteket, hogyan kell jelentkezni? Mondhatom én is, a szociális foglalkoztatóban minden délelőtt ott találja a két mentorhölgyet, tehát ki van írva, ki van plakátolva, illetve a plakátoltunk is, illetve szóróanyagunk is van a megadott telefonszámokon, gondolom nálad is, talán telefonon, igen, de inkább a szociális foglalkoztató. Elsősorban a szociális foglalkoztatónál van az ügyfélfogadás, de a kormányhivatal is konzorciumi partner, itt a helyi munkaügyi kirendeltség a Lucsony utcában, ott mindenképpen kell egy regisztráció, és amellett, hogy álláshoz szeretnénk juttatni, minél több ügyfelet vannak, tehát ez egy munkáltatók számára is igen hasznos pályázat, és nem csak a munkavállaló az, aki profitál belőle, ugye ahogy mondtam is, partnerség, és számukra, munkáltatók számára is van több konstrukció, bértámogatás, bérköltségtámogatás, amit igénybe tudnak venni, tehát ezért is egy partnerségre alapuló dolog. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. A Paktum irodai munkatársa Bagoly Ádám, illetve Cselovszky Katalin, mint szakmai vezető volt a mai vendégünk itt a Hírháttérben. Köszönöm, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!